Három meccset játszott ebben az évben a nyíregyházi kosársuli, és a két győzelem, egy vereség kifejezetten jó mérlegnek mondható ahhoz képest, hogy számos nehézséggel kell megküzdeni a csapatnak. Farkasinszki Orsolyát anyai örömök, Pap Klaudiát kézközépcsontörés miatt veszített el az NKS, és Fischer Alexandra Csenge is távozott Farkasinszki Gyuláni együttesétől. Így a korábban is alacsony átlagéletkorú csapat tovább fiatalodott. Maradt két olyan játékosunk az előző csapatból, akiknek most ugye húzni kellene a fiatalokkal ezt a szekeret, ami nem egyszerű. Tehát ugye van a Takács Anna, a maga komoly, ki is kell számolnom gyorsan, 19 éves körülbelül, meg a Fekete Dóra maga komoly 21 évével. Tehát ezzel vagyunk ott, hogy nekünk ezzel kellene fölvennünk a versenyt. Az összes többi azért 17-16 éves lánykák vannak. Sajnos ugye itt már az is nagy gond volt, hogy amikor a Csenge itt hagyta a csapatot, tehát akkor nem tudta ezt a rendszert vállalni, ami nálunk történt. Aztán jött a Diának a sérülése, és innentől kezdve ugye ez behatárolta a mi szereplésünket maximálisan, egy egészen más felfogásba kellett. Olyan embereknek kellett volna előlépni, húzó emberek ki, akiknek ugye eddig ez nem igazán kellett megtenniük. Ugye hiába volt az utánpótlásban, ő volt az, aki a kulcs szerepet töltötte be, de egy egészen más közeg, egészen más bajnokság. A nyíregyházi kosársuli a csatadíjese és a TFS-e mögött 7 győzelemmel és 5 vereséggel a harmadik helyen áll az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában, amelyben meglehetősen sűrű a középmezőny. A középmezőnyben fogunk tudni maradni, ugye szerencsére az évelei aránylag jó szereplésünknek. Tehát azt jelenti, hogy itt a 4-5-6. Hely valamelyikét tudjuk megszerezni, attól függően, hogy a következő 4 mérkőzésünkből tudunk egyáltalán mérkőzést nyerni vagy sem. Ha legalább egyet nyerünk, akkor szerintem meg fogunk tudni maradni a 4. helyen. Ha nem, akkor valószínűleg lecsúszunk az 5. helyre. Talán az, hogy a 6. helyre csúszunk, az talán nem fordulhat elő. Hogyha a 4-ből 2-t nyerünk, akkor is csak a 4. helyen tudunk maradni. Hát, hogy a Kecskemét elleni eredményünk az rosszabb lesz, és így, de azon mondom, hogy még a végén azért még így össze-vissza egyik-másik csapat azért úgy keverheti a lapokat, hogy abból bármi kijöhet. Innentől kezdve megpróbáljuk a középszakaszt, hogyha a két lány már hadra fogható, ha megpróbálunk a középszakaszban a lehető legjobb eredményt elérni, hogy legalább ugye azt a bizonyos 10.-11. helyet akkor meg tudjuk szerezni majd. Az NKS legközelebb szombaton Debrecenben a Deasz Déjesi otthonában lép pályára, majd egy héttel később hazai környezetben az Illovas csatadéjesét fogadja Farkasinszki Gyuláni együttese.